Szeretettel üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban, Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, társam pedig Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, a legjobb sakszakértő az ország eme régiójában. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a megyei csapatbajnokság igazán izgalmas hajrájáról, és elmondtunk Beszéltünk arról is, hogy a megyei csapatbajnokság győztese, a Piremon első csapata jogot szerzett arra, hogy az osztályozó mérkőzésen vegyen részt, ahol a hajdó és Borsod megyei bajnokcsapattal tisztázza a 64 mezőn, hogy melyikőjük válik jogosultá játszani, bejutni az NB2-be. Az osztályozóról beszámolni még nem állt módunkban, hiszen még nem játszották le mérkőzéseket, szorítsunk a Piremonnak. Óriási ö, versenyt rendezett a Nagyhalászi Csuha Antal Baptista Általános Iskola. A versenyen kint volt egyébként a Kölcsei Televízió stábja is, most a verseny summázásáról, a végeredményéről szeretnénk beszámolni. A verseny különböző korcsoportokban volt megrendezve, gyakorlatilag ifjúsági gyerekverseny volt, ahol különböző korcsoportokban sakkozhattak a fiatalok, a 8 év alattiak, a 10 év alattiak, 15, 12 év alatti, 15 év alatti és 20 év alatti korcsoportban, és a szülőknek, kísérőknek, edzőknek is volt egy apró kis versenyecske. Összesen ha jól emlékszem, te voltál a főbíró Péter, 186 sakkozó igyekezett Nyerni a 64 mezőn, a szép kupákat és érmeket megszerezni különböző kategóriákban. Osztotta kupákat és érmeket a rendezők, volt egy csoportban indultak, a különböző korcsoportokban, a fiúk és a lányok is, de külön-külön díjazták őket, abszolút kategóriában, tehát a korcsoport abszolút legjobbja, illetve ezen túlmenően még külön a baptista iskoláknak a tanulóit is külön-külön díjazták, ott is voltak elsők, másodikok, harmadikok. Ezen túlmenően, a verseny még egyúttal csapatverseny is volt, más iskolák is jogosultak voltak játszani ezen a versenyen, de külön díjazták a baptista iskoláknak a tanulóit, és akként, hogy csapatverseny volt egyszerre, külön pontozták, hogy mely baptista iskolának a tanulói hányadikok lettek és ezzel hány pontot értek el. A legjobb csapat külön díja 250 ezer forint volt, a második helyezetté 150 ezer forint, a harmadik helyezett csapat pedig 100 ezer forintot vihetett haza. Én azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy torony magasan, utcahosszan nyerte a, a, baptista iskoláknak a versenyét a nagyhalászi csuhantal általános iskola, mint rendező, lélekszámban is a legtöbb sakkozó innen indult a versenyen, egyéb iránt a Dunántúról, Budapestről, az ország minden tájáról Jöttek ezen a ö, rangos versenyen megmérkőzni egymással a fiatalok. Neked milyen volt a benyomásod a versenyről, mint főbírónak? Nagyon sokan voltak, tehát ismét ö, ö, hihetetlen létszámú versenyt ö, sikerült Szabolcs megyében megrendezni. Ugye itt ö, három nagyon-nagyon nagy versenyünk van, ami főként ugye gyerekverseny, a negyedik az, az a nyírségi torna, az felnőtt verseny És uh, ugye a legtöbben, több mint 230-an ugye a Betlen iskolának a, verseny játszottak, 206-an indultak a Mikulás kupán, és itt ugye ez a 186-os létszám, tehát ez a, ez a 200 fő körül létszám, ez országos szinten szerintem a, az első kettőbe biztosan benne van, tehát hogyha így nézzük, egyszer még Budapesten se tudnak ilyen létszámú gyerekversenyeket létrehozni, ezt megszervezni. Tehát ez, ezek a létszámok én, én, úgy gondolom, hogy magukért beszélnek. Ez azt jelenti, hogy ugye az iskolai sakkoktatásban nagyon népszerű a sakk, egyre többen csatlakoznak a versenyre, versenyszerű játékhoz is, tehát már nem csak az iskolai szakkörökön, iskolai órákon jelentkeznek ezek a gyerekek ugye, a sakjátékra, hanem egész egyszerűen egyre több gyereket sikerül a versenyrendszerünkbe bevonni. Tehát ez, ez az első, én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog a versenyek kapcsolatban. A másik az, hogy hihetetlen színvonalas verseny volt, ugye, ahogy említetted, az ország egész területéről jöttek erre a versenyre, ugye, velencéről is voltak, Pécs, Pécs Budapest, Budapest, tehát, tehát fantasztik pannohalmáról is Igen. voltak, tehát, tehát ez egy nagyon-nagyon népszerű versenyén nőtte ki magát, és, és az, hogy az ország minden részéről sikerült játékosokat ide csábítani, ez pedig a, a baptista iskolának ugye a, a, az eszköze, ami, amivel ugye itt a csapatbajnoki ugye díjazással tudják ezt elérni és a kiemel díjazás, ez valami fantasztikus, ez megint ugye gyerekverseny, ekkora díjazás nem szokott lenni. Ugye ez a másik, ami, ami, miatt nagyon népszerű is ez a verseny, ugye a baptista iskolák csapatok között. És ugye tényleg a legjobbak is eljöttek. Ugye a velencei baptista sakkiskola, ugye azt kell tudni, hogy most nemrég volt a rapid országos bajnokság hajdúböszörményben, ott a legkisebbek csoportját, a tíz év alattiak csoportját ők nyerték. Tehát, tehát országos bajnokok voltak, hihetetlen komoly munka folyik náluk, és, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy tehát ezzel, ezzel, a munkával, ezzel az eredményességgel ugye nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is nagyon eredményesek eredményesek. Én úgy gondolom, hogy ugye te, mint ezt jobban látod, Nagyhalászban is nagyon régóta beindult a sak iskolai oktatása. Itt a, itt a minőségre is e, e, tudnak odafigyelni, te, mint edző, ugye ezt elég jól látod, hogy hogy jönnek, hogy fejlődnek a gyerekek, és ezek, ezzel a versennyel, ezekkel a versenyekkel pedig ugye a játék erejüket is lehet növel, növelni a gyerekeknek. Tegyük hozzá, hogy negyedik alkalommal rendezte meg az iskola a az országos baptista kupát. Évről évre többen vannak ezen a versenyen, évről évre több városból, iskolából neveznek erre a versenyre. És még annyit hozzátennék, hogy nagyon sok versenyen vettem már részt, hiszen 20 éves akkozok, de olyan iskolában még nem jártam, ahol egy gyerekverseny idején az iskola kertjében sakfigurák állnak, sakfigurákkal ékesített zászlók lobognak, az egész külsőség, hogy a, a versenyteremben van rendezve a, a helyi ö, oktatói gárda, milyen olajozottan, szervezetten ö, viszi a verseny. Én azt hiszem, hogy ez nem csak egy csodálatos élmény egy sakkozó szívének, hanem példaértékű tulajdonképpen minden versenyszervezőnek. Ilyen körülmények között igazán öröm versenyezni? Hát ezt én is meg tudom erősíteni. Nagyon nagy összefogás volt, és ugye már negyedik éve egyértelműen minden évben növekszik a létszám, tehát akik már egyszer eljöttek erre a versenyre, azok mindig visszajönnek, és ugye az újabb gyerekekkel pedig egyértelműen ugye növekszik a létszám. Szerintem jövőre biztosan 200 fő fölé fog menni, és esetleg még a tervek között az is szerepel, hogy, hogy nemzetközi tegyék ezt a versenyt. Nézzük akkor, kik voltak a bajnokok az egyes korcsoportokban. A nyolc évesek között egy velencei kispió minden partiját megnyerte a versenyen. Két évvel ezelőtt találkoztam ezzel a fiatalemberrel, már akkor nagyon elnyerte a tetszésemet. Ovodás volt még a kispió, de, de hihetetlen sakkérzékről és tudásról tett tanúbizonyságot már akkor abban a, a sakk ahol láttam. Bodrogi Bendegúznak hívják ezt a fiatalembert. Hát maga biztosan utca hosszal nyerte a nyolc éveseknek a versenyét. A második, harmadik helyre azonban már megyebeli sak halarcosok futottak be. Az Arany János Átons és Gimnáziumnak a tanulója Adri Gavrilkin, illetőleg a Betlen Gábor általános Iskolának a tanulója Ifjú Visokai István, azért mondom, hogy ifjú, mert az édesapja is sakkozik, szintén a Betlen csapatában. Ők holt versenyben végeztek a második, harmadik helyen, és Ifjú Visokai szorult buholc a második helyre. A tíz évesek között Szintén baptista ö, siker ö, jött, egy ö, testvérpárnak a fiatalabb hölgy tagja, Vice Kata, a velencei iskolának a tanulója, minden partiát megnyertettessék, ezek után azt mondani, hogy a hölgyek a gyengébb nemhez tartoznak, hiszen vice Katica bizonyította, hogy ő a legjobb fehéren-feketén, még a fiúknál is jobban sakkozik. A legjobb megyei sakkozó volt az Arany János általános iskola és gimnáziumból Bartalós Bence, a legjobb megyebeli leány pedig a Betlen Gábor általános iskola és gimnáziumnak a, a sző. Műkesége, Tóth Dorottya volt. A 12 év alatti a korcsoportjában, hát ott, ö, ott hogy is mondjam, nem is tudom, abba az iskolában, Apácai ö, siker született, Apácai is a nyíregyházi sakkiskolának a sikere, ugyanis... Ö, Hét partiból hat és fél ponttal, tehát csupán egyetlen döntetlen adott le az ifjú Blahota Marcell, aki a Nyíregyházi Sakkiskola MB2-es csapatának kezdőjátékosa. és Második helyen csupán fél ponttal maradt le a termedben kicsi, de saktudásban már egyre nagyobb Gyöngyi Bálint, aki hat pontot ért el, a lányok között pedig ki lett volna a bajnok, mint a Gyöngyi család másik sarja, Gyöngyi Eszter, úgy szintén az apácainak a tanulója. Nem is tudom, hogy hogy tudnak ilyen jól sakkozni az apácai a járó diákok. Én úgy gondolom, hogy jól kijött ez a verseny, tehát sok versenyen vesznek részt, ez egy... <laughs> Ez egy jó sikerült verseny volt részükről. A 15 év alattiaknál már nem lehet apáca is sikerről beszámolni, de el kell, hogy mondjam, hogy a 15 év alatti saktitánok küzdelmében egy picit felborult a papírforma, itt már igen erős játékosok is játszottak, NB2-es alapemberek, sakkozók, tehát igen magas nemzetközi értékszámú fiatal emberek, akik közül a legmagasabb értékszámú volt a kisújszállási csíki Endre, most olyan 2000 körül van az értékszáma Endinek. Ha jól emlékszem, ő még csak 11 éves. És... E, igen, 11 éves korcsoportos világbajnokságon vett részt tavaly, és ugye ő 11 évesként játszott a 13 és 15 évesek között, hogy még erősebbekkel játszhasson, és ugye ott méresse meg itt a tudását. Öh, jó játszott megnyerni. Holt versenyben sikerült a versenyt, de, de, a értékelés nem neki kedvezett. A második legmagasabb értékszámú fiatalember egy igazi aranyi fiú, azaz az aranyhános gimnáziumnak a tanulója Tóth Tibor. A Piremon első csapatának a fiatal titánya is egy reményteljes uh, sok A harmadik legmagasabb értékszámú volt uh, Varga Marcel, a Krúdi gimnáziumnak a tanulója, akit uh, képes vagy még otthon is uh, Akkal zaklatni. Hát igen, igen, a amennyiben van van, igen, amennyiben van idő, de azért szerencsére ő is szokott játszani elég sokat otthon, meg a, a persze tanul, a tanulmányai mellett ugye tudja a hobbiát a sakkot is folytatni. Ez a három fiatal ember, mint egy körbeverték egymást, a hat pontot értek el, hét partiból, és a buholc értékelés Varka Marcelnek kedvezett, ővé lett a kupa és az aranyérem. Az ezüstérem Tóth Tibornak, ami Tibuszunknak jutott, és a bronzérem pedig a legmagasabb értékszámú Csiki Endinek, aki már ugye a saját korcsoportjában nem nagyon szeret játszani, mert az erősebb ellenfeleket szereti. A legjobb megyei hölgy sakkozó, illetőleg az egész Ezőnyben a legjobb hölgy, hölgy sakkozó a helybeli nagyhalászi Nagy Fanni volt, aki az országos diákolimpián volt, már hatodik helyezett is, ha jól emlékszem, tavaly volt, illetve nagyszerűen játszott a Kródi gimnázium tanulója Orosz Eszter is, aki egy kicsivel hátrébb végzett fannitól. A húsz évesek között már igazi vérprofi sakkozók is voltak. Nemrégiben megyénkben, Mándokon, a Forgács kastélyban rendezték meg a, a magyar női felnőtt női sakbajnokságot. Ennek a mezőnynek a tagjai is játszottak ezen a, a nagyhalászi baptista kupán. Két női mester is játszott a Terbe testvérek, Terbe Julianna és Terbe Zsuzsanna, illetőleg szintén Budapestől érkezett Bertas Sanyika, akik hárman mintegy kiemelkedtek a mezőnyből. Julinak, Terbe Júlinak és Bertasaninak egyaránt hat pontot sikerült elérni a hét partiból. Ők holt versenyben lettek elsők, és Terbe Júlié lett az aranyérem, Bertasanyi az ezüstérem, Buholc értékelése, harmadik helyre pedig papírforma szerint Terbe Zsuzsi futott be, egy fél ponttal kevesebbet szerzett. A legjobb megyei sakkozónk pedig a Nyíregyházi Sakkiskolának a titánja ugyan Danika volt, a Széchenyi Szakközépiskolának a tanulója, aki mondanom sem kell, hogy kinek a tanítványa. <laughs> Széchenyi iskolának a tanítványa. <laughs> És a Nyíregyházi Sakkiskola nd 2 csapatának a kezdőjátékosa a 15 éves fiatal ember. Az előző adásunkban egy olyan partit mutattunk be, ahol az éltáblások küzdelme döntetlenben oldódott fel, Girászín Gergő tanáról küzdött meg új helyi andrással, és döntetlenre adták a partit. Nagyon sok olyan eset van, amikor a parti döntetlenül végződik, és nem feltétlenül csupán nagymesteri döntetlennel. Nagymesteri döntetlennek azt szokták nevezni, amikor igazán komoly küzdelem nélkül egyeznek meg a felek döntetlenben, mert szeretnék tartalékolni a mentális energiát a későbbiekre. Ezt egy kis pejoratív értelemben szokták nagymesteri döntetlennek nevezni. Van azonban olyan is a sakkozó életében, amikor vérverejtékes küzdelemmel kell a döntetlenért küzdeni. Ez is egy külön művészet, egy külön tudomány, odafigyelést és meglátást és sok mindent igényel, amikor már teljesen vert helyzetben vagyunk, és nincsen már módunk megfordítani a küzdelmet, mert az ellenfél annyira jól áll, annyira nagy anyagi előnyben van, hogy nincs észszerű esélyünk a parti meggyerésére számítani. Még mindig ott van a döntetlen esély, valamilyen módon kikényszerítjük, hogy megszerezzük a félpontot. Ez is nem kevésbé izgalmas és érdekes küzdelem lehet. Ezekből szeretnénk szemelgetni, és néhány kombinációt, néhány feladatot bemutatni a tisztelt nézőinknek, hogy megértsék, milyen is az, amikor vert helyzetből tudjuk elérni a döntetlen, a félpontot. A képenyő látható állásban ö, sötétnek elsőprő anyagi előnye van tehát a két huszára a szemmel futója is vezére van sötétnek, és nem különben még sötét mattal is fenyeget, hiszen meglehetősen nehéz bármit tenni a vezér G5 matt ellen. Tehát, hogyha sötét lépne, a vezért behúzná a G5 mezőre, és ezzel világos azonnal mat lenne, hiszen nem tudnak kilépni sem. Fel kell azonban figyelni arra is, hogy a sötét királynak a helyzete meglehetősen mozgás szegény, a sötét király is helyhez van szeged, szegezve ott G8-on, hiszen F8-ra és H8-ra kilépni nem tud a G7 gyalog miatt, h 7 re pedig a király közelítés szabálya miatt nem mehet. Világos van lépésen, és elsőprő anyagi hátránya miatt mégis ki tudja kényszeríteni a döntetlent, ezt kell kiszámolni és meglátni. A huszára be kell ütnünk F6-ra, ezzel sakkot adunk, Köteles leütni ö, sötét a huszár, hiszen ö, egyébként ugye mat lenne, tehát ö, nem tudna kilépni a sakból. Ha most ö, sötét úgy gondolná, hogy a gyaloggal üt vissza is megőrzi a vezért, hogy G-jöttel mattot adhasson, akkor szomorú ébredése volna sötétnek, mert ebben az esetben a másik huszárral e-hétre is ezzel mattolná a sötét királyt. Nincs más lehetőség, mint a vezérrel H4-ről visszaütni F6-ra. Ezek után ö, világos ö, leüti a huszárral a vezért F6-on, sötét a mattot elhárítandó E7-üt F6-tal válaszol, és néhány érdektelen gyaloglépés után ö, pattal ér véget a küzdelem, tehát C4, C5, A4, A5, és döntetlen az állás, hiszen sem világos, sem sötét nem tud már szabályos lépést tenni, hiszen egyik sem tud gyaloglépést tenni, a király is nem léphet sehová sem. Így sötét szemfülessége révén megmentette a vert helyzetből a félpontot. A következő feladatunkban, ugye világos és sötét, egy nagyon érdekes és különleges állást láthatunk, Ugye itt uh, világosnak három gyalogja van a tisztér a huszárért, viszont nagyon veszélyes bemenő gyalogok vannak. Ugye a C gyalog, a D gyalog, uh, ugye nagyon veszélyes, ugye úgy szoktuk mondani, hogy bemenő szabad gyalogok. És itt egyszerűen a C gyalogot nem nagyon tudja megakadályozni, hogy abból vezér legyen. Bár C8-ot lehetne lépni, de akkor D6-tal ott gyakorlatilag az összes fekete nehéz tiszt, uh, be van fallazva a fehér gyalogok mögé. Úgyhogy ezért fekete taktikai útra tereli a küzdelmet, és Bástyüti c Bástya áldozattal ugye eltereli a vezért a királya védelmétől, tehát Bástyüti c következett, ez kötelező visszaütni fehér, vezérüti c és most jön a meglepő lépés, hogy egy újabb tiszt áldozatta, Huszár g 4 ugye itt most vezér H2 mat fenyeget, tehát nem tudja másképp kivédeni fehér ezt a mattot, csak ha leüti a huszárt gyaloggal, tehát H üti G4, amire pedig vezér F2 sakk következik, király H2, vezér H4 sakk, király G1, és vezér F2-vel ugye itt örökös sakkal menekült, sötét ebből a hátrányosabb helyzetéből, ugye egy bástya és egy huszár áldozat, Na, köszönhetően meggyengítette a fehér királyállást, és így meg tudta tartani a, az örökös sakkot, be tudta adni az örökös sakkot a világos királynak. A huszár g azonnal nem ment, mert a vezért el kellett terelni a C3 pontról, a harmadik sorról, ezért kellett a bástja b 7 t C7, hogy a vezér elhagyja a C3 pontot, tehát a harmadik sort, mert ha azonnal húzott volna a sötét huszár G4-et, akkor azt világos leüti, vezér F2, király H2, vezér H4 után, vezér C3, H3-mal kivédte volna a sakkot világos, és sötét feladhatta volna a küzdelmet. A képernyőn látható állás egyéb iránt nem csak rendkívül érdekes, hanem saktörténelmi emlék is. 1892-ben a sakkozás hőskorában mérkőzött meg az első hivatásos sakkvilágbajnok, a prágai születésű Wilhelm Steinitz, az orosz Mihail Ivanovics Csigorinnal, és a páros mérkőzésükön az orosz Csigorinnak nem sikerült elhódítani a világbajnoki címet. Az adott állásban a világos figurákat vezető világbajnok, Steinitz világbajnok már úgy tűnik, hogy nyerni fog, amikor Csigorin, aki mindig is egy taktikus beállítódottságú, ötletgazdag játékos volt, egy nagyon szellemes áldozattal megmenti a félpontot. Kihasználja ugyanis a világos tiszteknek a torlódását, áldozza a vezérét, vezérüt A2. Ez nagyon buta lépésnek tűnne, de a vezérádozat értelme mindjárt kiderül, kötelező ugye a király a 2 és most jön a felfedett saknak az eszméje, huszár C4. A király nem tehet más szabályos lépést, mint hogy ellép B3-ra, mivel hogy A1, A3 mező ugye az A6-on álló bástya miatt van betiltva, B2-re a huszár miatt nem mehet, és erre bekapja a bástya A3 sakkot. Nos, a huszár igazából nem üthető, mert hogyha leütné a huszárt, akkor arra huszár B6 mattot kapná világos, ezért kénytelen a világos király ellépni C2-re, amire következhet bástya A2, és nincs mit tenni, mint visszalépni B3-ra, és ezzel sötét a bástya A2, A3 örökös sakkal döntetlenre menti a csehülálló küzdelmet. Tehát a következő állásban, ez nagyon érdekes, hogy a két gyalog előnyös végjátékról van szó, de ugye a fekete király elégében van szorítva, itt a lépés ismétlés kiharcolása lesz a cél, Bástya G2 sakkot adott sötét, amiről ugye király f elbújt a fehér király, és úgy tűnik, hogy védhetetlen a bástya a nyolc mat, de meglepetésként ugye a fekete egyetlen esélye hogy az agyalogot betolja, vezéré változik, A egy vezér sak, ugye, nem lehet bástyai oszmatot adni, mert a királyom a sakban van, le kell ütni ezt a bástyával, és ugye most, ha megnézzük, a fekete király nem tud sehova elépni, se lépni, tehát egyetlen esélyem az, hogy a fekete bástyát feláldozom, ugye a fehér bástya elé húzom, ha leütöm, pat következik, ha bástya B1, akkor bástya B2, ugye elé megint, Bástya C1, Bástya C2, Bástya G1, Bástya G2, és nem tud mit csinálni. Világos a Bástyával, akárhol menekül, mindig eléhúzzuk, és így a lépés ismétlés ugye kiharcolásával sötétnek sikerült a döntetlen kiharcolnia. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem jól szórakoztak, tisztelt nézőink, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!